Hácsó mi csodésztől? Sziasztok gyerekek! Én a csatornán képen jelentkezik a következő szenvedélyszabályjal! És egy csomó mindent kellene csinálnom, el is kellene kezdenem azt a csomó mindent csinálnom. Úristen gyerekek, várjatok, van egy csomó dolgom! Van egy csomó dolgom! Jó, nem is tudom, hogy mihez kezdjek hozzá először. Először is, ja, jó van, gyógyulunk közben. Először is rakjuk ki a modifikációkat, például a scope-ot is, meg ezt is, meg a silencer-t is. Úristen, nem tudom, hogy nem is tudom, hogy mihez kezdjek hozzá. Meg hol is tartottunk, meg mit is kellene csinálnunk? Jaj, várjál, vas. A vasból kellene készítenem, álljál meg. Kellene készítenem közben dolgokat. Itt kellene készítenem, minek nevezik ezt a... Ezt a izém, ezt erre gondoltam, ezt a robotik turatámbot. 47-et tudok csak csinálni, nem sok vasom van, gyerekek. Le vagyok amortizálódva vas témába, mármint úgy nagyon. Tehát ilyen izai vasam nincsen, ilyen scrap vasam. Jaj, gyerekek, nem tudom, mi lesz most. Pedig abban gondolkoztam, hogy készítenék ilyen turatámot. Várjál, ilyen robotik turatámmal sima, abból dupla annyit tudnék csinálni, igaz? Bár az nem annyira jó. De jó, mindegy, csinálunk ilyet. Mivel van kettő robotik turatám, és akkor mind a kettőt tudnám használni frankon. Na jó, van, pakoljunk ki gyorsan, mert rövid az éjszaka soha nem érhető véget, vagy hogy vagyunk. Fegyver alkatrész az van dögével, oké. Figyeljünk rá, hogy mindent kirakjak mindig, mert az a baj, hogy annyira kapkodok, hogy megőrülünk. Várjátok, gyógyszert is kirakjuk. Oké. Hogy is több gyógyszer, van itt modifikáció, ezt is kirakom. Meg majd átnézem a dolgokat természetesen, vagy egyéb craft. Egyébként egy csomó minden, már megint rengeteg dologba gondolkoznék, hogy kellene csinálni, úgyhogy nem is tudom, hogy tudom ezt megoldani. A mechanikus alkatrészt kirakjuk, az elektromos alkatrészt kirakjuk, van egy kis rezünk, ja, majd kellene csinálnom egy lőszert dögivel, van egy kis vasunk, keményben az egy darab vasom van, hallod? Az elektronyosban megy az aksi is, egyébként annyi aksi van, ennyi aksiból nem is tudom, mit fogok csinálni. Várjátok, a kőbe, stone-ba menjen ez is, egyelőre. Aztán akkor várjál. Most már alakul, lesz egy csomó húsom, úgyhogy abból tudok dolgokat csinálni. Egyelőre ide rakom ezt is, tudjátok, ezt még valószínűleg el fogunk vinni máshova. A fát azt rakjuk ki. És megnézzük, hogy mi van esetleg máshol. Ez nem ide való. Az eladható cuccokba menjen a pénz. Gyerekek, van egy csomó, már 18 ezer pénzem van. Egész jól megugrott azóta, amióta ugye elkezdtük csinálni a küldetéseket, és bocsánat érte, de valószínűleg, hogy fogjuk csinálni a küldetéseket, mert lehet, hogy valakinek nem tetszik, valakinek inkább a kraftolós részt tetszik, de el fogom mondani ebbe a részben nagyjából, hogy mire lehet számítani. Jó, hogy van, mondjunk kajapia szinten, egész jó. A motorban van valami? Micsoda? Van-e valami? Na vigyázzatok, akkor először az eladható cuccokat nézzük át. Az eladható cuccok ez. Úristen, van egy ilyen izajöv is. Kotarból szetev is. Eladható cuccok ez is. És van egy ilyen gépfegyverem, amit le akarok rakni mindenképpen a következő másik oldalra. Mivel ezek úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha segítenének nekem a zombi hordánál, ugye 35. éjszaka van természetesen. Várjál, ezt akkor le kéne raknom, ezt adítsuk be. És akkor úgy kellene leraknom, hogy kb. Úgy, mint ezt. Valahogy így. Hogy minél nagyobb részt fogjon be. Jó, ugye ezt be kellene táraznom majd, szóval most még nincsen lőszerem, úgyhogy be fogjuk tárazni. És akkor kettő oldalt fogja. Jó. Oké. Még pakoljunk ki a dolgokat, megnézzük, valószínűleg a drónban is vannak dolgok. És éjszaka szeretném itt... hol van drón? Gyere ide! How may I assist you? Gyere barátom! És... Úristen! Várjátok, bontsuk már ki ezt a izét! Open-eljük! Oh! Nem áll ilyen szarokat adott, hallod? Most... Nem áll! Komolyan mondom, azt hittem, hogy valami izéket... Valami jobbat a renné azért. Na várjátok, pakoljuk ezeket ki. Ez nem ide való. Egyébként annyi cuccom van, ezeket mind egyébként az olyan dolgokat, amiket itt tök nem használok, azokat olyan jó lenne eladnom. Aztán akkor nem lenne ennyi gond itt ezzel a sok szarral. Még ott is volt. Fegyvermód. Ja, írtátok, hogy javítsam meg a hatos árbarakat, úgy adjam el, és akkor sokkal többet ér. De figyelj, az ilyen gagyi, az csak ilyen izé, így is szart ér.
Jó, ezt berakom a páncélba, aztán majd kiszórjuk, vagy valami lesz, hogy eladjuk, vagy nem tudom, mert ennek nem sok értelme van, hogy így hurcilászom magammal állandóan. Itt is volt 20 plusz gyerekek, úgyhogy lassan meg tudom csinálni, kezdhetek normális kajákat készíteni. Ami azért nem lesz rossz. Itt van, van kávé, ugye azt majd el kellene ültetnem. És itt is van 4000 pénz, gyerekek, hallod? Már nagyon tele vagyunk lóvéba, figyeld mennyi mi. Egyéb craft. Ez jön ide. Van itt lőszer, van itt izé, egyéb craftban már nem megy semmi. Ugye elektro... Sanyika, ne zörögjél! Sanyika, ne kell zörögni, várjál! Ez mechanikus alkatrész, hülye vagy? Na. Ezeket mindig össze kellene, figyelj, ilyen elektromos motor van, bazen a mechanikus partnál. Ezt akkor találd ki, hogy mi az, nem? Tök hülyeség. Viszont kellene javítanom a bázisomon, szóval... Sanyika, ne ássál, kérlek, könyörgöm, könyörgöm, hallod? Ne kezdj ásni abban a pillanatban, amikor a keeper itt neki a videó... Hallod? Sanyika, menj el innen, na, nem kell itt ásnod most neked. Annyira bazen bele van őrülve ebbe az ásásba, hogy ezt már nem hiszed el. Na, rész. Egyébként vasbányát kéne indítanom. Sanyika, menj el innen! Nem ásod! Komolyan mondom, elektromos. Ja, meg elektromos hálózatot is nem ártana, majd azt sem csinálom. Ez mi? Sanyika, úgy hátba húzlak, a tököd lerobbanik a helyéről. Esküszöm, esküszöm, hogy le fog robbanni a helyéről. Jó? Abba hagyta, megunta. Ja, ezért kiraktam, a fa kell, fát kellene kiraknom. Aztán kellene megcsinálnom a bázisomat. Ez meg marad itt. Ezt meg be tudom rakni. Abba, amelyikben nincs. Meméneljen. Pedig az, hogy nem használom nagyon, de legyen. Jó, akkor ki van pakolva minden, ugye? Amire nekem szükségem van, azok legyenek nálam. Fegyverbe. Legyen nálam lőszer ehhez, 105, ennyi. Aha, van ilyen Robotics Sled Game, igazából ez ilyen ütögetős, de ezt nem tudom, hogy mennyire érdemes használnom. Úgyhogy ez egyelőre marad, legyen nálam ehhez lőszer, legyen nálam 9 mm-es lőszer, meg 2 pak, ilyen, jó? És igazából mást ugye nem használunk, arról beszéltünk, Sniper Rifle, jó van. Van egy... Ezek mind nekem kakik. Ezt viszont visszük magunkkal, mert most kraftolgatni fogunk. Kellene csinálnom lőszert, mert van hozzá alapanyagom, nem? Akkor már be kellene pakolnom. Van ilyenem, meg elvileg van 370 ilyenem. És akkor tudnék csinálni 762-es ammót. Tudnék csinálni 123-at. Igazából megcsinálom, gyerekek, mert miért ne? Oké, ezt meg be tudom tárazni. Amelyiket ugye kiraktam, várjál? Valaki, mintha ütlegelne. Na, ezt akkor be lehet tárazni. Igazából ezt úgy kell betárazni. Ja, ez nem ütlegelnek, hanem ez a hülye mindig így neki megy. Ezt meg kéne javítanom. Oké, és akkor be kéne táraznom. Oké. És akkor le kéne rakni. Így, hogy minél nagyobbat így befogjon, tehát... Oké. Jó, frankó gyerekek. Néha mit nézeget le a föld alá ez? Mit pasztáznak arra lefele? Jó, talán nincsen ezekkel semmi gond. Jó, akkor mehetünk, és akkor építkezni fogunk. Meg közben majd megnézzük a növényeinket, mert azzal is kellene valamit csinálni. Az építkezéshez ugye kellene nekem, a javításhoz, építéshez kell cobblestone, kell fablok, ez kell, és kellene beton, oké, és kellene acél, ugye mivel acélra fogunk húzni. Meg kell javítanom mindent, azt akkor túl vagyunk ellen. Jó, és akkor rakjuk le ezt. Oké, várj, sima fa is kellene. Arra is szükség lenne. Jó a gyerekek, csapassuk neki. Fát egy jó ideje nem kellett tizenem készítenem egyébként. Na. Meg akkor, ki kéne ezt rakni ide. És amelyik ugye így elcsesződött, azt így ki kell cserélni, vagyis kell építeni. Nagyon nem lesz nehéz, mert csak egy darab. Oké, és akkor igazából upgrade-elés. 3-4, acélra. Javítás, javítás, javítás.
javítás, és az acélok, úgyhogy ezzel nincs gond. Ez mind acél. És minden együtt megjavítom. Horda előtt. Úgy. Horda előtt följavítjuk az összes oszlopot. Természetesen ezek acélok, csak ugye ki vannak festve, szóval nem kell aggódni. Mindjárt fogunk hozni egy ecsetet, és akkor egybe festem az összeset, hogy normálisan nézzen ki. Igazából azt az egyet kell lefesteni. Ugye, amit kiütöttek, azt kell újra festeni ilyenkor. Az ajtónk az hogy van? Jó, az ajtó is fel van javítva. Ugye hordára készülési van ezerrel. Vasat kellene egyébként szeret... Na, az bazza, nem akartam le... Nem baj, ott lett egy acélum. Egyébként alapanyagból egész jól állok. Lehet a második védelmi zónát is föl kéne húznom acélra, azon gondolkodok. De most elég sok acélom már, meg van nálam beton is. Akkor miért ne? Ezeket egyébként tök, jó, tök durván leamortizálták, úgyhogy egy kicsit félek a következő hordától, hogy mi lesz. Bár megmondom őszintén, azt vettem észre, hogy pont a horda videókat annyira nem preferáljátok. Hogy azt igazából annyira nem szoktátok nézni. Érdekes, én azt hittem volna, hogy a horda videók lesznek a legérdekesebbek. És marhára nem. És nem a horda videók. Jó, gyerekek, a mennyezetnél is valószínűleg vannak ilyen hiányosságok, de nagyon kevés, kicsi mértékben mentek le, úgyhogy nem nagyon érdemes. Itt mi a szituáció? Ezek a, ja, ez acél, ugye? Ez a védelmi zóna acél, ez a védelmi zóna, ez még nem volt acél, úgyhogy ezt akkor acélra húzzuk. Igen, majd lefestjük. Egyébként jó is néz ki acélon. Oké, ez acél. Sőt, a következő védelmi zónát is acélozhatnám. A rácsokat azt már acélból csináltam, érdekes. Aha, ide kellene most egy Voldor. Egy Voldor kellene, és akkor három védelmi zónával tökéletes lennék. Az az igazság... Megmondom a frankót. Jó, az akkor ez a védelmi zóna. Itt acél védelmi zóna, itt acél védelmi zóna, itt acél, és itt acél védelmi zóna. Viszont kellene... Kellene egy Voldor. Kellene nekem egy Voldor. Ahhoz mi kell? Itt meg közben készül a izé, ammo. Mi kell a Voldorhoz? Fejlő, nem tudom, bocsi. Steel, rugó és mechanic parts. Mechanic parts és rugó. Az egyéb craftnál lehet a izé? A rugó hol van? Mechanikusnál? Oké, és csinálok egy Voldort. Várja, hányat kell összesen csinálnom? Akkor már... Figyelj, ide! Ez meg van acélozva már? Nem, ez nem volt meg acélozva. A legbelső védelmi zónát lehet, hogy meg kéne csinálnom. Acélból. Ilyenkor rohadtul kell célozni, hogy elsőzt. Ezt az utolsó védelmi zónát még esetleg megcsinálhatnám a célból, meg csinálhatnék akkor jó pár Voldort. Mert miért ne? Ugye mondtátok, hogy a tetejét az tök fölösleges megcsinálni, mert igazából ott nem fognak kijönni. Úgyhogy ennek hagyom betonon. Az érdekes acél lett és izé... Ja jó, oké. Okay. Na, akkor ez megvan, és akkor kellene nekem Voldor 1, 2, 3-4 darab Voldor kellene. Nézzük, hogy ezt tudok-e csinálni. Jó, hát akkor craftoljuk le 4 Voldort is. Szuper. És akkor ez acél lesz, jó. Az egyéb craftnál van a festékem? Én a festék. Hol van az ecsetem, gyerekek? Az nem a fegyverhez raktam? Mint így izé, mint így, így. Hol raktam az ecsetemet, Dick? És komolyan... Én nem látom a izét, az ecsetet? Ha? Ja, itt van, jó. Oké, akkor le kell erre festeni azokat a dolgokat, mert miért nem? Ezt a pirosat le kéne vennem róla, hogy kell? Így kell, ugye? Oké, és akkor... Így, így jó, ugye? Így egyet fest. Aha, jó. Nem akarom elcsöszni. És akkor gyakorlatilag
ez a védelmi zóna is acél lesz, Voldorral, meg még meg is erősítjük, meg minden. És hogyha esetleg eddig betörnek, akkor is ugye túléljük. Már csak hány zóna lesz gagyi? Nem maxos, úgy értem, hogy nem maxos, már mint a gagyinak azt nevezem, ami mitől beton. Lol, ugye? Nem én el. Jó, és amikor támadni fognak, akkor mindenképpen fogunk. Várja, igazából akkor ez is föl van húzva. Figyelj, az utolsót már ad csináljuk meg maxra, nem? Így. És akkor igazából az összes izé. Az összes védelmi zóna nyíl, maxos lesz, gyerekek. Na várjátok, ebből vegyünk egy mintát. És állítsuk be, hogy... Egy. Szerintem akkor ez így működik, ugye? Ja, nem ez kellene, hanem ez kellene? Aha. Úgy. Jó, és akkor ez is acél, és az összes acél, és az összes üzé lesz. Összes acél lesz, és az összes boldoros lesz. Tehát igazából az összes maxos lesz. Nem lesz vele gondunk. Ez is. Hát figyeljetek, akkor igazából a folyosó meg azt annyira mindegy, hogy ez is, hogy maxos vagy nem. Na, a külső is acél. Ja, igen. Még mindig betegek vagyunk. Most már megint fölfele vagy, úgyhogy be kell kapnom még egyet. Mert ugye elmúlott már a gyógyszer hatása, vigyem, nyomunk egy juice erre, és aztán tökéletesen jó leszünk. Mennyi idő van? 2:46. Ja, Voldorok kellenének nekem. Hogy állunk azzal az ügybe? Jó, hát azok készülnek. Közben meg kellene néznem, hogy állunk kaja ügybe. Jó, ezekre már nem szükségem, ugye? Fegyverre nincs szükség. Oké. Okay. Ez ismert ide, az még maradhat egyelőre. A betonra nincs szükségünk. Az acél maradjon, meg ezek maradjanak egyelőre. Még maradt 23, tehát akkor a robotik töretbe csak 10-ét tudsz berakni. Összesen 100-at. A másikba is kellene berakni, be kéne pakolni. Pillanat. Mert azt hiszem, hogy ez sincs fölpakolva teljesen. Ingyen gyerekek, ingyen. Ebben 86 van, tározzuk be. Miért nem engedi be tározni? Ja, mert ebben izé van, ebben AP is van. Aha, jó, nincs semmi gond. Ez erősebb lesz ez a csávó. Úgy kell raknom, hogy ugye a fal. És akkor gyakorlatilag itt ezt lefogja az egészet. Remélem nem lövi szét. Jó, de kellett volna még egy festés. Pillanat. Már ki is vagyok választva, viszont csak egy darabot fessem. Ahogy. Tökéletes. Jó, meg vagyunk gyerekek, akkor... Nem tudom, hogy nem elővi szét itt a dolgokat. Ezeket fel kellene vennem, viszont ahhoz, hogy ezt felvegyem, ahhoz szükségem van egy claim blokkra, ugye, hogy lerakjam, és akkor tudom ezeket felvenni. Úgyhogy ide bejárathoz rakunk le egy claim blokkot, és akkor fel tudom kapkodni majd ezeket. Egyébként ezen tök jó látni, hogy repedezik, látod? Ezen a festésen. Látod, hogyha elkezd repedezni, akkor már van baj. Úgyhogy egyből javítani kell. Úgyhogy amikor jön horda, akkor mindenképp nálam fog lenni a javításhoz a dolog. Érdekes, hogy... Te itt még mindig csak sima frame van? Ja nem, alatta volt frame, jó. Oké. Okay. Na, akkor kell csinálnom egy land claim blokkot. Land claim blokkot, vagy mi a neve. Az azt hiszem sima stone kell. Na. Na, és hogy kell izé stackelni, arra kíváncsi vagyok. Elvileg az sok XP-per. Azt is érdemes. Oké. Okay. Craftolunk egy land claim blokkot, és megnézzük, hogy kell stackelni. Ugye 6000-es követ elvileg most be tudom stackelni, és hogyan? Itt van, nézd oda! Be tudsz stackelni 6000 kőből. És ezt kíváncsi vagyok, hogyha azt bestackelem elvileg, azért tök sok XP-t kapok, valaki mondta, talán Joe még annó. Ugye ez meg elkészül a land claim blokkom. Na, mennyi idő? Figyelj, 7 másodperc. És utána azt ki tudom bontani?
19.800 XP-t kaptam azért, hogy azt lesztekkeltem. És ott a következő is. Várja, hol van? De most mi történt? Szóval a stone azt. De... Hol rakta? Sehol nem. De itt van. Figyeled? És akkor tudod operálni. És akkor megint le tudom stackelni. Most is fogok érte kapni, vagy most már nem? Ki lesz az XP azért, hogy becsuk? Hát ez hülye! 9000 XP-t azért kapsz, hogy bestekkeled a köveket, és utána meg kinyitod. Azt nem hiszem el, gyerekek. Hallod, de így végtelen XP-t tudsz termelni? Várjál már, hát az viccelé. Azt mondja, hogy... Leszettek. 11-et bestekkelünk. Na, erre rohadt kíváncsi vagyok. Hogy mindig egyre kevesebbet, vagy ez... Mit viszel nekem most? Ez nekem nem kerül semmibe, és akkor így kapom az XP-t? Elrítsél meg. Figyelj, de! Ott lő, figyelj! My senses have picked up something. Nem látja, bassz, hogy mi van? Jó, kinyírta. Ez hol üt? Gyere már le onnan, nem óré! Nem annyira hatékony itt, mert az a baj, hogy lövi ezeket a szar oszlopokat, úgyhogy nem biztos, hogy nagyon jó lesz nekem ez az egész. Ja, nem annyira lesz jó. Várja? És akkor ezt hogy tudom felvenni? Jó, akkor legalább ezt fel tudom venni ezeket. Ugye ezeket nem tudom használni, még nincs áramom, úgyhogy ezeket hiába is pakoltam ide. De semmi gond, elrakjuk őket, aztán hogyha lesz áramunk, csak ugye így akkor tudják kilőni, meg mit tudom én, ilyesmit. Majd a drónt el kell raknom akkor, amikor... És most várj, stackelgetem ezeket, és akkor egyre kevesebb XP-t kapok, érte? Már csak 1985. Jó, viszont egy csomó free XP-t összeszedtem ennek. Ennél fogva, így kiopanálom az összeset, aztán akkor azért... És így rengeteg cuccot tudsz magadnál tartani. De ki a szarnak kell annyi fie? És ezt nem lehet eladni. De mindjárt kinyitom ám őket vissza. Már csak 1650 XP, és mindig 1650 XP-t beadja? Vagy az a minimum, vagy most már még kevesebbet fog? Kíváncsi vagyok. 1500... Akkor ezért jó az, gyerekek, várjál már. És így ki tudom nyitni akármikor. Open. Open, open, open. Figyelj, még egyszer bestekkelem őket, ne viccelj. Akár mennyit is ad. Az egy ilyen free XP, érted? Jó, akkor mit akartam? Kaját kellene megnézni. Ja, Voldorok, várja, hogy állnak a Voldorjaink? Van már három, úgyhogy akkor fel kéne upgrade-elni minden Voldorra, és utána még akkor meg kéne erősíteni 21.000-esre. Mi ez? Oké. Okay. Ezt. Még kell kettő. Kettőt készít még? Egyet? Egyet készít, akkor valamit elcsesztem. Akkor még egy jön. Meg akkor elvileg fel tudom upgrade-elni még acélra ezeket. Gyerekek, hallod, védelmi zóna, egyek. Itt ez ugye megvan, ez valami 20 akárhány ezres. Jó, ez nyílen van, ez is 20-valahány ezres lett. Ez is nyílen van, ez is 20-valahány. Ennél jobban már nem tudod felhúzni, érted. Tök jó, tök jó. Akkor ezt is elértük, hogy ezek maxosak lesznek. Ide is dobunk egyet. Mi hiányzik? Vas kell hozzá! Na hát azonban... Van, még jó, hogy mindenem van, de egyébként kell gyűjtenem vizet. Ó. Na, nyíl ez az ajtó is. Figyeljetek, hogy ezen bejutnak... Összesen nem is tudom már hány darab vizé... Védelmi zónán. Na, hogy állunk? Még egy készül. Nem is tudom, hogy... Úgyhogy számoljuk már meg a védelmi zónánkat eddig, hogy hány maxos védelmi zónánk van. Nem az, hogy hány védelmi zónánk van, hanem hány maxos. Incoming enemies, prepare for conflict. Jó, megoldódott. Pirom ezt a fegyót. Na, gyerekek, álljál meg, 4 óra 9 van, ugye? Igazából, hogy állunk?
Még azt meg kellene várni, meg kellene, júj, nincs időm ma is tüzelni. Hát akkor ígyunk. Gyorsan. Van ilyenem. Sörön van egy csomó gyerek, nem is tudom mit csinálják meg is sörre. Oké, nyomjuk fel maxra a piánkat. Nyomjuk fel maxra a kajánkat. Aztán én úgy gondoltam, hogy még napközben kellene egy indulást csinálni. Nagyon jó cuccok jönnek. És ezt a Keeper nem bírja el hagyni. Jó, figyeljetek, ki kellene pakolni. Mi van itt? Vas. Jó, ezt egyelőre kirakjuk. A köveket, ki kéne open-elni. Aztán visszapakolom, jó? Most már valószínűleg nem fog várni, még ott volt egy. Opa, oké. Okay. Van ott egy Voldora. Volt egy Voldora? Fölöslegesen csinálok plusz egyet? Lehet, hogy igen. Nem baj, mert igazából sose fölösleges, mert kelleni fog. Oké. Okay. Jó, akkor ez is nyílt. Jó, gyerekek, akkor ki tudok rakni mindent. Az összes stone-t. Összes stone-t, üveg vissza. Stone. Oké. Okay. Vas. Rendben. Gyerekek, gyorsan, mert nem érünk rá erre. Fa. Oké. A fegyverhez rakjuk ezt, nem tudom berakni már. Egyéb crafthoz berakjuk ezt. Ecsetet is. Mechanikushoz ez. Ez. Fegyverhez. Ez. Pi alapanyaghoz. Ez. Jó, akkor ezeket visszük. Ezt még visszük, ezt visszük. Ezt visszük. Ez az, amit nem viszünk, ezt meg ide rakjuk. Oké. Okay. Kocsikat nem szerünk szét, úgyhogy azt is ki fogom rakni ide a fegyóhoz. Ezt is kirakjuk a fegyóhoz, meg a fát kirakjuk. Jó, gyerekek, akkor neki is fogunk vágni. Akkor föl van húzva minden. Van 1-2 védelmi zóna, 3 védelmi zóna, 4 védelmi zóna, 6 védelmi zóna maxos. Úgyhogy ebből valószínűleg, hogy túl fogjuk élni a következő roamot is. Viszont én arra gondoltam, hogy mindenképp szeretnék elindulni még egy ilyen olyan részre, ahol ugye küldetéseket csinálunk. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, ez egy ilyen nagyon rövid részlet, és folytatás innen következik. Csácsomics öltészta!